Köszöntöm nézőinket, Kerekasztal című műsorunkat látják. Én Bence Péter vagyok, a vendégem pedig Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője. Üdvözlöm. Szeretettel köszöntöm, tisztelettel köszöntöm a Tolnatej Televízió kedves nézőit is. Nehéz év van mögöttünk, ugye az év végén vagyunk, a kis települések viszont szépen fejlődtek a Magyar Falu programnak köszönhetően. Itt a választókerületben ez hogy alakult? Hát nehéz éven vagyunk túl, illetve hát, hogy ilyenkor évvégén nem csak egy évet szoktunk értékelni, hanem egy ciklusnak a lezárását. Igazából sok olyan fejlesztés van, amit mondjuk ebben az évben adunk át, de azért igazából a munkálatok az előző években kezdődtek el, hiszen a tervezés, a pályázat elnyerése, a beruházásoknak a megvalósítása, és most így évvége fele, illetve jövő év elején az átadások lesznek a jellemzők. Nyilván azért a jövőre is gondolunk, és a már meglévő fejlesztésekhez kapcsolódó további fejlesztéseket szeretnénk majd megvalósítani. Konkrétan, ami a Magyar Falut érinti, ez gyakorlatilag a településemen 14 települést érintett közvetlenül. Van két kisvárosi kategória, Tolna és Bátaszék, illetve megyeugvárosként Szekszárdnak mindig kiemelt szerepe van a fejlesztések területén. A Magyar Falu programnál ez 2019-től van a Magyar Falu program. 14 településen több mint 141 projektet valósítottunk meg, de jellemző az, hogy mind a kisvárosokban, illetve a megyeszékhelyen is sok milliárdos fejlesztések valósultak meg, és itt kiemelném a közlekedési infrastruktúra fejlesztéseket, a családbarát település fejlesztéseket. A családbarát alatt azt értem, hogy a kormánynak ugye a csokkon keresztül, illetve a fiatalok támogatása mellett ugye a gyermekvállalás támogatásának köszönhetően is sok településen szinte megújultak utcarészek, és amíg régen a kis településekre is, ugye a kérdés a településeket is érintett első körben, pár éve ezelőtt az volt a jellemző, hogy fogyott a lakosság a kisebb településnek, illetve eladatlan házak voltak, most nincsen eladatlan a ház egyetlen egy településen, sőt azt lehet mondani, hogy minden utcában legalább egy-két házat újítanak fel, vagy adott esetben új házat építenek. Ennek következménye az, hogy szinte minden településünkön az óvodát, illetve a bölcsödét is kellett fejleszteni. Folyamatosan már vannak települések, ahol átadtuk a bölcsödéket, van, ahol most van folyamatban a bölcsöde felújítás, valamint az óvodákhoz is kellett ilyen nulladék csoportot kialakítani, tehát óvodai felkészítő, tehát lehet mondani azt, hogy komoly fejlődések voltak, fejlesztések voltak az elmúlt időszakban ezen településeken. A gazdaságfejlesztés hogy alakult? A gazdaságfejlesztésnek is több része volt. Ugye a normál esetben azok a korszerűsítési programok, amelyek érkeztek a településre, itt jellemzően a nagyvárosban, tehát Szekszárdon, illetve a Bátaszéken és Tolnán a vállalkozások nagyon sikeresen pályáztak. Mondhatni azt, hogy több milliárdos beruházásokat tudtak megvalósítani. Ez a normál gazdaságfejlesztési program része volt az elmúlt években. Ugye a Covid-járvány az egy plusz pályázati lehetőséget is hozott, amivel nagyon sikeresen éltek a közép és a nagyvállalatok, valamint a kis vállalataink is. Ez a munkahely megőrzéssel kapcsolatosan itt is több milliárd forint beruházás, illetve támogatás érkezett. A támogatás annak érdekében, a Covid-járvány alatt őrizzék meg a munkahelyeket a vállalkozások, és járva a településeket, egyeztetve a vállalkozókkal, azt gondolom ebben sikeres volt a térség. Az úthálózat fejlesztés mi volt a legfontosabb? Mik voltak a legfontosabbak idén? Én nagyon büszke vagyok a Tolna megyei úthálózatra, és itt szeretném megköszönni a Tolna megyei közútnak a konstruktív együttműködését. Járva az országot azt gondolom, hogy Tolna megyében vannak talán a legjobb közutak, és itt ki is emelném a választókerületemet. Szinte nincs olyan út, ami nincsen felújítva, vagy nem felújítás alatt van, vagy nem a következő fél évben fog ez a felújítás megvalósulni. Ezeket a felújításokat két részre kell választani. Van a településeket összekötő közútfejlesztések, illetve a településen belüli belterű utaknak az építése. Szinte minden egyik településünk a Magyar Falu program keretén belül jelentős belterületi útfelújítást hajtott végre.
de ami egy konkrét szám még, az, hogy a választókörzetemben több mint 100 kilométer közút lett felújítva, vagy a felújítás éppen most kezdődik, most van folyamatban. Ez egy nagyon nagy szám, és minden településünkre ma már korszerű, jó úton lehet eljutni. Ez mind a munkába járás, illetve a települési komfortérzet szempontjából fontos. Eltekintetben mik a tervek, ha jövőre nézve? Hát nyilván a belterületi utak, amiket majd a következő időszakban a Magyar Falu program keretén belül kell, hogy még fejlesszünk, hiszen útra meg járdára minden forrást el lehet kötni. A települések közötti útfejlesztések, én azt gondolom, hogy tavaszra le fognak zárulni, és ugye Szekszárd van még egy nagy közútfejlesztési részben, hiszen Kesőség meg fog újulni, úgymond ez a Kesőség út, sőt oda a kerékpárút is fog kimenni egészen Kesőségbe Szekszárdról. Tehát ezek, amik most folyamatban vannak, illetve közvetlen tervek. Szekszárd esetében itt a Keselési út és a Tarcsai utat az Obinál össze kell kötni egy összekötő úttal, tehát a most meglévő tehermentesítő utat azt tovább tudjuk tehermentesíteni, illetve nagy hangsúlyt fektetnék a kerékpárút hálózatnak az építésére. Az elmúlt 3 évben több mint 10 km kerékpárút épült. Ennek egyik legjelentősebb része ez a Tolna és Faddomborit összekötő, Tolna-Fad-Faddomborit összekötő kerékpárút. Ez nagyban segítette amúgy is az elmúlt években Faddomborik egyre jobban értékelődik fel, hála Istennek, komoly fejlesztések voltak, vannak és lesznek is a Domborival kapcsolatosan. Egyik fontos rész volt az, hogy kerékpárúttal Tolnáról most már ki lehet menni Faddomboriba. A következő ciklus az az, hogy Tolnát összekötjük Szekszárddal kerékpárúttal, és gyakorlatilag Szekszárdról Faddomborig lehessen kerékpáron kimenni, illetve Szekszárdról Keselyűs felé. Én azt gondolom, hogy ez az életminőség javítása szempontjából is fontos beruházások. És amíg még a infrastruktúra beruházása kapcsolatosan ugye a turisztikai fejlesztések is jellemzőek voltak a térségben, itt kiemelném ugye a Bogyiszlói Hódunál környéki rekonstrukciót, vagy akár a Faddombori strandnak a megújítását, fejlesztését. Tehát minden területen próbálunk olyan forrásokat találni, ami a helyi identitást és a helyi akaratnak megfelelően a helyi közösségeknek az életminőségét javítják. A Tolnai, a Bogyiszlói és a Faddi Dunaholtág téma volt az év során, többször is alacsony volt a vízállás, ez sikerült normalizálni? Hát itt ez folyamatosan téma, épp a napokban is volt Faddon is és Bogyiszlón is ebben kapcsolatosan egy ilyen szakmai egyeztetés. Most úgy tűnik, hogy lehet forrásokat arra alokálni, szerezni, hogy ezeknek a holtágaknak igazából az egész meder térképezése megtörténjen, hiszen akkor tudunk reális terveket készíteni, hogyha tisztában vagyunk a jelen helyzettel. Ugye két probléma van ezeknél a holtágaknál. Az egyik az, hogy feliszaposodtak, tehát ugye a meder mélység az nem megfelelő, illetve a vízutánpótlás az nem mindig biztosított. Nagyon sok energiát fordítottunk az elmúlt időszakban, itt a Tolna megyei vízügynek a segítsége az nagyon fontos volt. Tehát ugye jellemzően, ami látványos volt, az a tolnai holtágnak és a Faddi holtágnak a vízszintjének az emelése. Ezt jellemzően a Sióról és az Élő Dunáról tudtuk bizonyos szakaszokban megoldani, illetve a Bogyiszlói holtág, ahol volt egy olyan időszak, amikor az Élő Dunából lehetett volna megpótolni, illetve próbáltuk is pótolni, csak azért az nagy szárazság nagyon megviselte a Bogyiszlói holtágat, és hosszú távon ott meg kell találni a megfelelő víz utánpótlást. A mostani akaratunk az, hogy feltérképezzük ugye a mederszinteket, elkezdődött egy költségszámítás, forrás keresés, egyeztetés a szakmával, a Faddot összekötve az Élő Dunával, a régi szivattyú telep, ugye az tolnai holtágot összekötve az Élő Dunával. Volt még egy turisztikai fejlesztésnek, hívtuk a Bartal csatorna, ami Faddomborit és Tolnát is összekötött, annak a rendbetétele, ugye az megtörtént, de van arról szó, hogy a tolnai holtágot kössük össze a bogyiszlói holtággal, és akkor a három holtág összeköttetéséből tudjuk a vizet adott esetben úgy is szabályozni,
hogy a mostaninál egy sokkal magasabb mennyiségű vízpótlás érkezzen Paksról, és ott egyeztetünk a jelenlegi Paks egyel lévő úgymond ilyen másodlagos vizeknek a vízmennyiségnek a megnövelése a faddi holtákban, azon keresztül a tolnai holtákba, de Paks 2-vel kapcsolatosan is egy nagyobb mennyiségű vízhozamra számítunk, és az élővizek mellett, amit a Sió és a Duna tud pótolni, adott esetben a paksi atomerőműből lévő vízpótlás lehet az egyik ilyen megmentő folyamat. Ez hatalmas munka, ez mindenféleképpen kormányzati támogatással tud megvalósulni. Hát kormányzati támogatás az amúgy folyamatos. Én azt gondolom, hogy a fejlesztéseknek mindig két része van. Kell egyszer egy politikai akarat, illetve a helyi közösségnek a támogatása. Ez általában ez megvan, illetve kell hozzá gazdasági erő, tehát hogy jól menjen a gazdaság, hogy legyen miből finanszírozni. Én azt kell, hogy mondjam, hogyha az elmúlt 3 évet kimondottan, ha csak erre a 3 évre koncentrálunk, akkor azt lehet mondani, hogy körbejárva a településeken, illetve a szexhádi, főleg a vállalkozásokhoz köthető fejlesztéseket, ha tekintjük, akkor több 10 milliárdos fejlesztések érkeztek. Tehát lehet azt mondani, hogy erősödött a térség, és én azt gondolom, hogy ez annak köszönhető, hogy általában azok a gazdaságpolitikai, illetve családtámogatási döntéseket, amelyeket a kormány az elmúlt időszakban meghozott, ez most már úgymond guruló forintban is látszik a lakosoknak a pénztárcáján, tehát emelkednek a jövedelmek, ha magasabbak a jövedelmek, akkor többet tudnak költeni, jobban mennek a vállalkozások, és rendkívül erősen szárnyal úgymond az építőipar is, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások. Tehát én azt gondolom, hogy az elmúlt 3 évben is nagyon erősödött nem csak az ország gazdasága, hanem a térségnek a gazdasági, illetve az életminőséget javító helyzete. Ezt szeretnénk a továbbiakban is vinni. Kis településekre ez kifejezetten látszik, megújulnak a műfázak mindenhol. Hát ugye az az alap filozófiám, és ebben most már mondhatni azt, hogy több évtizede dolgozunk együtt a polgármester kollégákkal, hogy alapvetően az, hogy egy település mennyire tudja megtartani a lakóit, 4 dolog nagyon fontos: milyen a közlekedési infrastruktúra, milyen az egészségügy, milyen a szociális egészségügy és a szociális helyzet egy településnek, milyen az életminőségét szabályozó dolgok, tehát itt a kulturális infrastruktúra többek között, és hogy milyen a gazdasági lehetőség, tehát hogyan, miképpen vannak a munkahelyek. Tehát ahogy előbb említettem, az utak azok szerintem jó állapotban vannak, persze mindig lehet új utakat találni. Épp most ugye tegnapi napon, vagy az elmúlt napokban jelentettük be, hogy kormányzati döntésnek köszönhetően Bátaszékre is érkezett egy 103,5 millió forintos támogatás. Ebből a kövesdi városrészben lévő bekötő utat újítottuk meg, mert tényleg több évtizedes adóssága Bátaszék településnek, ennek az útnak a megújítása, és ehhez is érkezett kormányzati támogatás, de ezekben a forrásokban vannak olyan kulturális infrastruktúrát is támogató források, ahol az én választóközetemben ráadásul 2 kiemelt forrás is volt, az egyik az a Decsi, tehát 280 millió forint érkezett a Decsi kultúrháznak gyakorlatilag a teljes egészében való megújítására, és több mint 800 millió forint érkezik Szedrese, ahol egy teljesen új kulturális központot, egy közösségi teret már elkezdtünk építeni, elkezdődött az építkezés, az is meg fog valósulni. Tehát vannak nagy projektek, de vannak kisebbek, még az előbb említett Bátaszékével kapcsolatosan ott támogatás érkezett, például 11 millió forint, hogy a bátaszéki felvidékiek egyesülete is egy új közösségi házat tudjon vásárolni magába, de ott a székely közösségek is gyarapodtak, Bátaszéken, Szekszárdon is. Úgyhogy én azt látom, hogy komoly előre lépések vannak,
az infrastruktúrafejlesztésben, illetve a kulturális terek építésében, és ugye Szekszárdon épp a napokban, ott a modern városok keretén belül raktuk le az alapkövét az új interaktív levéltárnak és könyvtárnak, mondhatni azt egy új tudásközpontnak, hiszen ezen a két funkción kívül ilyen kulturális és tudományos funkciói és közösségi terei lesznek ennek az épületnek, ami több mint 7 milliárd forintos beruházás. A volt laktanya területén ráadásul egy régi értékes városrészt tudunk rehabilitálni, és ez 100%-ban kormányzati támogatásból valósul meg, tehát a szekszárdi embereknek egyetlen egy adófillérjébe, tehát általában egyetlen egy forintjában nem fog kerülni ennek az új tudásközpontnak a megvalósítása. A megyeszékhelyen milyen fejlesztések várhatóak? Hát, ahogy már említettem, ugye korábban az infrastruktúrás fejlesztések, itt most jellemzően a város és a Gemenc kapcsolatában szeretnénk, itt már megvannak a döntések, itt hamarosan a beruházások is meg fognak valósulni, valamint tehermentesíteni kell a Tarcsai utat, tehát én azt gondolom, hogy ez is egy komoly szerep, és itt a Tolnate és a Zobi közötti összeköttetésnek nagyon komoly létjogosultsága van. Ugye a Modern Városok program keretén belül beszéltem már az új tudásközpontról, azért korábban pár évvel ezelőtt befejeződött egy 3 milliárdos belterületi és külterületi út rehabilitáció, hogy csak említeném a Bor utcát, tehát az Eszterbóer borászattól ugye a harci körforgalom, igaz, egy sok szekszárdi által nagyon fontosnak tartott a helyi közösségeket erősítő, hiszen nagyon sok tanya van ott, de ha azt veszük, akkor turisztikai szempontból is a borvidéket erősítő beruházás volt, illetve több belterületi, illetve külterületi út valósult meg, ez is 100%-ban kormányzati támogatása. Ugye hát Szekszárdon egy kicsit ilyen nehéz politikai helyzet van, sajnos többet foglalkozunk a politikával, és kevesebbet foglalkoznak a várossal, pedig én azt gondolom, hogy a megyeszékhely patinája, meg az itt élő embereknek jár és megérdemlik azt, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak a városnak a tisztaságára, a közterületeknek a karbantartására, illetve hát azt is el kell, hogy mondjam, hogy itt a fürdőberuházás nem úgy alakult, ahogy annak idején ezt még államtitkárként a forrásoknak az idecsoportosításában aktív szerepet vállaltam, hiszen Szekszárd több milliárd forintot kapott az uszoda megépítésére, és sajnos az uszoda megépítése ez most egy kicsit holtponton van, de én úgy tudom, hogy hamarosan még decemberben eldőlhet az, hogy ez állami beruházásba fog majd megvalósulni, és remélem, hogy jövő őszre ez már használhatóvá is válik, nem csak a szekszárdiak, hanem a térség számára. Szekszárdon tervezzük még egy rekreációs központnak az építését, ez igazából ez egy fedett élményfürdő, ami a most meglévő strand építése mellett van. Az előbb említettem már, hogy a infrastruktúra fejlesztésben a kerékpárút hálózat, tehát nem csak Kesésig, hanem Szekszárdról Tolnáig nagyon fontos. Arról is mostában keveset beszélnek, de mintegy 5 milliárd forintos támogatás érkezett Szekszárdra, és nagyon fontos egy új ipari park kiépítése. Ez a Tolnatej melletti területeknek már a megvásárlás, illetve a közműfejlesztése, ez már megvalósult, illetve folyamatban van a közműfejlesztés, illetve a régi ipari parkból ott a régi csarnokok lebontásra kerültek, és ott is a területek hasznosítása, én azt gondolom, hogy az egy szükségszerű célkitűzés, de Szekszárd esetében is az van, mint több nagyváros esetében. Most már az infrastruktúra fejlesztése az lehetővé teszi, hogy további vállalkozások települjenek le, csak itt a munkaerővel is kell rendelkezni, tehát jelen pillanatban a térségben egyik legnagyobb probléma a megfelelő mennyiségű munkaerő. Amíg mondjuk 15 évvel ezelőtt a munkanélküliség volt a probléma, most ugye ez megfordult, hála Istennek, hiszen az elmúlt 10 évben több mint 1 millió új munkahely létesült Magyarországon, és gyakorlatilag aki akar dolgozni, az tud. Most már inkább a vállalkozások versengenek arra, hogy minél jobb minőségű munkaerő legyen, nyilván ezt egy magasabb bérekkel lehet honorálni. E tekintetben számíthatnak valamilyen kormányzati segítségre? Folyamatosan van érdeklődés Szekszárd iránt. Én bízom abban, hogy a következő 4 éves ciklusban ennek látszatja lesz. Jellemzően ilyen turisztikai, illetve magasabb hozzáadott értékű beruházások várhatóak. Ez 3 ilyen nagyobb projekt is van. Remélem, hogy amikor már ezek olyan állapotba kerülnek, akkor erről be tudunk majd számolni. Mit vár 2022-től? Hát én azt várom, hogy a világjárvány győzzük le,
hiszen azért az elmúlt két évnek a mindene körül forgott, tehát bárhonnan is nézzük. Ez a világjárvány ez átírta az életünket, és a személyes felelősségre nagyobb hangsúlyt fektetett, hiszen az oltás, ami bizonyos értelemben megosztja a társadalmat, azért az is lehet látni, hogy akik azért beoltottak, azok nagyobb biztonsággal tudják átvészelni ezt a világjárványt, és az beoltottságnak ennek szerintem minden nagyobb szerepe van, és egyre többen látják úgy, hogy az oltás a megoldás ennek a világjárványnak a legyőzésére. Tehát amit én várok 2002-re, hogy mindenki oltsa be magát, és a járványt szorítsuk ki. Ezek után én azt várom, hogy gyakorlatilag egy olyan fajta nemzetépítés, ha magyar szemmel nézzük, erősödjön vagy folytatódjon, ami az elmúlt 10 évben volt, hiszen 2010-ben ugye az Orbán kormánynak a munkájának az egyik legfontosabb kérdése volt a gazdaságpolitikának a rendbetétele, a nemzetpolitikának a rendbetétele, a nemzetnek az egyesítése, és én azt gondolom, hogy ebbe példaértékű volt Magyarország az elmúlt időszakban. Ezeket az értékeket szeretném, ha meg tudnánk őrizni, és ennek alapján tovább erősíteni a magyar gazdaságot, az emberek életminőségét javítani. Ennek köszönhetően remélhetőleg minél több fiatal visszaköltözik Magyarországra. Ez érződik már az elmúlt időszakban, hiszen Magyarországon van a legjelentősebb családpolitika, tehát ennyit forrást családok, fiatal emberek nem kapnak még Európában, mint amit Magyarországon a kormány lehetővé tesz. Ennek a gazdaságpolitikának, családpolitikának, nemzetpolitikának ennek legyen meg az eredménye, és egy gyarapodó, büszke nemzet maradjunk, és a világjárvány megszűnjön meg mindenhol. Ez egy nehéz kérdés, de szerintem ez lesz a nehezebb, de összefogással, felelős gondolkodással, oltással ez megoldható. Még egy kérdés, a családpolitikai támogatásokat mennyire veszik igényben itt a választókerületben a fiatalok? Hát én azt veszem észre, hogy rendkívül népszerűek ezek a források. Tehát az elmúlt időszakban polgármester kollégákkal beszélve, bankos kollégákkal is beszélve, tájékozódva az autókereskedőknél is, hiszen az a családi autó vásárlási kedvezmény is nagyon népszerű volt. Tehát nincs ma egy olyan terület, ahol ne érződne ebből a szempontból a fejlődés. És ugye 2022-től még a fiatalok adókedvezményt is kapnak. Ez lehetővé teszi azt, hogy egy fiatal pályakezdő jelentősebb anyagi háttérrel tudja kezdeni az életét, és a gyermekvállalásba adódó egyéb kedvezmények, a lakásépítési kedvezmények, az autóhoz jutási kedvezmények adhassanak egy olyan lehetőséget a fiatalok számára, ahol úgy érzik, hogy Magyarországon vannak a legjobb helyen. Tehát én optimista vagyok erre vonatkozóan, és minden mutató azt mutatja, hogy ez a fajta, és itt a falvakról is beszélt, hogy kivirultak a falvak, ez pont ez a fajta vidéki családpolitikának ad teret, és ebben én azt gondolom, hogy a vidék erősödésében van nagyobb szerepe. Hiszen azért ugye a csok az egy behatárolt forrás, és azt lehet látni, hogy a falvakban olcsóbbak az ingatlanok, mint a városban. Tehát sokkal hatékonyabban tudják a fiatalok felhasználni ezeket a forrásokat egy kisebb településen, de nyilván, ha kisebb település megtelik, akkor majd mennek a kisebb városok felé. Tehát az ingatlan értéke összhangban van a családtámogatás hatékony felhasználásával, de azért azt is lehet látni, hogy ezáltal a falvakban lévő egyéb ingatlanok is fölértékelődnek. De ha az üdülővezeteket is nézzük, hiszen Faddombor is egy ilyen, mondhatni azt, hogy ma már ilyen üdülő település rész, hiszen sokan, nagyon sokan életvitelszerűen vannak és élnek Faddomboriba. Többször járva a helyi közösséggel, civilekkel beszélgetve, pár évvel ezelőtt az az ingatlan, ami 3-4 millió forintot ért, az ma már 20 millió forintot ért. Tehát ezekkel a családtámogatási rendszerekkel a fiatalok életkezdési lehetőségeit, gyermekvállalási lehetőségei és a települések gyarapodása, én azt gondolom, ezek nagyon komoly lehetőségek. Mit kíván az itt élőknek 2022-re?
2025 mindenkinek jó egészséget kívánok, és a jó Isten áldását is ehhez, mert szerintem az egészség megőrzése most a legfontosabb. Ha meg tudjuk őrizni az egészségünket, akkor van erőnk ahhoz, hogy dolgozzunk és tanuljunk, és hogyha az ember ma dolgozni akar, akkor tud is dolgozni, és ha tud dolgozni, akkor gyarapodni is tud, és ha ezt egészséges életvitel is tud ehhez kapcsolódni, akkor hosszú életet is kívánok természetesen mindenkinek, mert szerintem ezek most a legfontosabbak. Legyen így, én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm. Nézőinknek pedig azt köszönöm, hogy minket néztek, tegyenek így legközelebb is, viszontlátásra.